Na, srácok, folytatom tovább a Destiny 2-t. Tegnap ugye már elkezdtem, de hát így évfél után nyúltam hozzá a sztorihoz. Szerencsétlenségemre a leges-legelső tutorial pálya vége szét is esett egy akkora baktól, mint a ház. Gyakorlatilag egy trigger nem kapcsolódott be, és nem tudtam befejezni a pályát, az ideg széthajított. De még este rátartunk egy kis bónusz gameplayt, amit vissza tudtok nézni a YouTube csatornánkon. Oda pakolásszuk fel folyamatosan a videókat. Nekem pedig van most egy kis időm. Úgyhogy visszam is tovább a játékot. Aztán meglátjuk, hogy hogy alakul a történet. Ugye az eleje, az előzmény, ez elég vicces volt, nevetséges volt az egész, nem is értem, ez mi volt ez a történet. Betámadnak minket az orkok, leverdesnek minket egy nagy hajóról, aztán leesünk a rétre, aztán cső. Kezdhetjük az elejétől az egészet a réten. You sure you want to do this? That shard is the reason this place is called a dead zone. We have to, Hawthorne. It's a sign. Yeah, a sign that says dead zone. No, a green screen még nem hullott szét. Reméljük nem is fog. Na, tehát még egyszer visszatérve, gyakorlatilag leütöttek minket a rétre. Egy nagy harc közepéről. You know, I've been all over the EDC. Charming enough. I mean, nothing says come visit like a dark haunted forest. But non-guardians aren't supposed to leave the city. Here's the thing about city rules. They stop applying once you leave the city. There's a small gap in the wall. Hard to see, but it's there. Nobody goes farther than that. At least nobody who wants to come back. Gyakorlatilag, mint látjátok, ilyen szakadt csöves fegyvereket kaptunk. Szerintem úgy gondolom, hogy ezt a történetet így kitalálták, hogy legyen valami hülye sztori az egész játéknak. Nevetséges az egész amúgy, de nem is ez a játék lényege. Ez a körítés csak. Tudja, a PvP-ben a lényeg meg az, hogy minél jobban felhúzzuk a karit. Úgyhogy most én meg is kezdem az első normális missziót. I don't wear all that fancy armor. Grafika nagyon-nagyon szép. A zene viszont rettetesen szar. Tehát... javaslom lekapcsolni, most elfelejtettem, de nem fog ezzel bohózkodni, hogy lekapcsolja. Remélem, hogy ne lehet. Ugye én warlockkal vagyok. A legelső részben is azzal voltam végig. Gyakorlatilag ez a kari nekem automatikusan tovább jött, a karakter kreálásig elsírtottam, de nem is akarom megnézni, mert viszem tovább a warlockot. Ami még fontos, hogy a pályadizájn rettetesen szar. Egyszerűen nem lehet tudni, hogy merre kell menni. Nagyon sokszor. És gyakran kell használni ezt a kis sparkot, ami megmutatja nekünk, hogy merre kell menni. Gyakorlatilag a tutorial rész során erről semmit nem mutattak, én ott bohóckodtam össze-vissza jobbról balra, tehát feltételezi egyből, hogy én már kitoltam az első részt. Tehát aki most kezdi, annak már most javaslom, hogy ezt a kis szart mindig használja, mert különben el fog tévedni folyamatosan, annyira szorul vannak a pályák kivitelezve, le lehet hullani a hegyekről, a szakadékba, mindenhol, tehát nincs még kicsi szólva az egész. Szerintem itt is a versek akkor vége is. Tehát ilyen idiótaságok vannak. Nem tudom, a képességemből mi maradt meg, elvesztettem az összes képességemet, jó. Hát akkor ennyi. Let me know when you reach.
Hawthorne, can you hear us? Signal's dead. Na, boldog kis rét után egyből bevágunk itt a sötét dungeonbe. Gyorsan változik a hangulat. Oké, power weapon. Ez egy újfajta... Nem ez az újfajta, másik az újfajta. Ez. A power weapon, akkor ez gyakorlatilag a sati lett. Nem is tudom, az első részben nem ez volt a neve. Vagy igen? Did you hear something? Mi a szar ez így? De szar ez a kis pisztoly, azt a kurva élet. Jó, puszta kézzel verekszünk itt. Those fallen weren't wearing any house colors we've seen before. Ja, ez egy újítás, hogy fel tud mászni. Az ilyen kis peremeken. Ezt is teljesen véletlenül vettem észre, mert hol működik, hol nem. Karantén szektor. Na. Kinetic weapon, találtunk valami trash-t. Ez jobb lesz. Na, én az első részben autóriflével mentem végig, nekem az volt a kedvencem. Ugye le is tesztelem, itt milyen. Érdekesen változik a táj. Hát remélem, hogy le lehet esni, de lehetett. Rengeteg olyan rész van a pályában, hogy azt mondja, hogy le tudsz esni, leesel, aztán meghalsz. De gondolom, ez ki lesz majd csiszolva. Na, szép. Sziasztok, sziasztok! Most így délután volt, kora délután volt időm gémelni, még mindig jobb, mint hajnal fél egy fel, amikor már senki nincs. De utána majd jön Zsigi még. Valami finomsággal. Érdekes, hogy ez a fegyver, ez jobb, mint az autorifő, gyorsabb. Energy weapon, submachine gun, érdekes. Az első részben az autorifő volt a leggyorsabb, hát ez itt most megváltozott. Na jó.
csapkodom itt a levegőt. Úgy látom, hogy a méleütés reach-e is kisebb lett. Teljesen közel kell engedni az ellenfeleket, hogy eltalált. Most csatlakozna be ez a Destiny 2, és délután a játék van, ahogy idő engedi, visszük folyamatosan végig a Destiny-t, ha már kijött. A videókat pedig pakoljuk fel a YouTube-ra, úgyhogy ott vissza tudjátok nézni, hogy mit széjjel szittuk az elején a játékot. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen értékeléseket fog kapni. Ugyanis rendkívül megosztó az eleje, tehát bagos, mint a szar. Nagyon sok idegesítő dolog van benne, amit valószínűleg majd ki fognak csiszolni előbb vagy utóbb. Csak, hogy az élet. Hú, haver. Szép, megkerült. I think we scared them away. Take me to the shard. Ez igen, ez a Destiny 2, ez most jött ki tegnap hivatalosan. Nagy rajongója voltam az első résznek is, úgyhogy be is szereztem egyből. Most a story módot végtoljuk majd, amely hosszú talán 12 óra. I haven't been as close to the Traveler's Light since. Do you feel it? Hold on to your helmet. Do you feel it? The light is back. We're back. Na, nem sokáig volt elveszítve az erőnk. Kiszívtuk a falból, hogy ekkora hülyeséget ért még nem csesztem. Dawnblade, Warlock Subclass. Megkaptam az első Warlock Subclass-t. Ugye ez az első részből a tüzes volt. Meg nem mondom, mi volt már a neve, de nem Dawnblade. Ugye voidos voltam folyamatosan, nem is nagyon váltottam ezt semmire. De az inkább PvE tank volt az első részben a tüzes, hát itt majd meglátjuk, hogy ez mit nyújt. Addig fogom csak használni, ami muszáj, tehát amíg nem tudok átfordítani voidra. Egyelőre nem tudok. Na, húzzunk. Time to shop. Super change. Ah.
de hát ez nem rossz képesség. Ugye, hogy ez folyamatosan tölt felfele, akkor megdadagoljuk. A PS felpörgött, mint disznó. Én sem láttam, hogy mi van, szerintem ti is nagyon látjátok itt fészen. Villog minden a képernyő. Koki. Kettő. Na. Megkaptuk a legújabb képességünk, Healing Rift. Na. Megfogjuk így gyöngyösen. Toljuk is be. Fú, fel kell töltetni. Hát akkor nem toljuk be. Sziasztok, sziasztok! Ez a Destiny 2 délutáni játék. Sajnos nem tudtuk későbbre tolni, mert délután én társas játékozni fogok. Úgyhogy most tolom le a kötelezőt. Na, repülünk vissza a bázis. Új kooperatív módok, PvP, minden játszik. Ide kell felmennünk a kis csajhoz. Az első részhez képest itt eléggé, hogy is mondjam, érdekes ez a kis barátságos falusi stíl. Nyugalom van minden. Az első részben ugye minden szortas volt, ilyen sötét. Well, look at you. You got your light back. I don't know how you did it, but na. I'm glad. Because we're gonna need it. There are a lot more survivors out there, and they need our help. We gotta get the word out that the farm is a safe haven. I sent a friend into the EDZ a few hours ago to set up a comm network. His name's Devrim K. Good guy. Great shot. Don't tell him I said that. Bye. Okay. Valahogy ezt a zenét én leveszem, mert már rosszul vagyok tőle nagyon. Nem lehet levenni a játék zenét, de hogy nem. Mute-t. Fuh.
Na és vannak bent játékosok, tegnap még alig volt itt, szinte senki, üres volt az egész falu. Deep breath, Soraya. Deep breath. Some good people and none of them are bad. It's you. You and I walked together as the tower burned. And now, here you stand. Your light burns a path before us. And on that path, I see many battles ahead of you. Battles only you can win. The Crucible of Lord Shax will prepare you. In my arena, should a Titan stand in your way, crush him. If a hunter confronts you, break her blade. If a warlock speaks, feed him his words. There is only one path to victory, Guardian. See you on the battlefield. I value your opinions, Warlock. Let's talk again. Hát ugye be is tolnak egyből a PvP részbe, nyerni kell két harcot. De én nem PvP-zgetek most. Nem tolom tovább a storyline-t. PvP majd a storyline után lesz. Vagy majd a következő streamben. Szerintem én innen fel is szállok a levesbe. To make a living, you know. Nah. Destination. Yeah. Érdekes ez az irányítás, tehát ez a térkép navigáció, ez eléggé szomorú. Teljesen látom még át, hogy mi miért van, tehát ami villog, arra nem tudok rá kattintani, csak ami mellette van. Don't get cocky now that you've got your powers back. The EDZ is rough, especially around the old town. Just remember, refugees from the city have it a lot rougher. You want to help them? Find Devrim K. Okay, meg kell találnunk egy arcot. Devrim K. Na, itt gyakorlatilag ez az első open world rész, ahogy látom, itt már bent van a többi player is, szokásosan az első részhez. Ugye ott is ilyen open world-es területeken tudtunk többiekkel együtt farmolgatni. Mi az anyádban? Mutatja nekünk gyorsan a kis sparkunk, hogy merre kell menni, de fent is lehet látni bal felső sarokba. Első ötödik szint. Mi van? Hát az érdekes, fel kéne valahogy jutni a tetőre.
francba jutok én fel a tetőre, baszki. Ezek jönnek egyfolytában, mint az állat. Hát mi van benne? Hú, ez nem is sebz. Bemegyünk a fák közé, mert szétlövéd a fejemet. Oldnak kéne feljutni, hogy hogy. Na, megnézzük, itt van a jobb fegyó. 22, 10, 21, 21, szarok, szarok. Ez jobb. Aha! Oké. Úton vagyunk. Most elővész, tesó. Here I have no tea to serve. These are dire times indeed. Devrim Kay, the eighth at your service. City militia, back when there was a city. Now I serve at the pleasure of my dear friend Soraya Hawthorne. First on the docket. Contact other refugees and tell them of the farm. Let me... Oh. Ki kell jelölni ezt a szart, így, ez a teljesen új dolog, és akkor megkapom a célt. De akkor tudom, most arra kell menni. Mi ez? Let's get started. There's a banner on the main floor. Give it a look, will you? Mi van itt? Banner, zászló, oké. Okay. This is a House of Judgment sigil. We used to work with a Fallen who flew this banner. Curious. Well, the Fallen seem to have put this up as a bit of a threat. I imagine you'll find lots of objects like this out there. Bit of a story to them. We both need some supplies to get going out here. See if you find a cache in one of the buildings nearby. Keresni kell ládát. Hát keresünk. Ujjaj! Osztok kurva élet, mi a szar ez? Csak nagyon durran, de semmit nem se megy, jó? Ah, meg is van. Survive, we'll have to look for every opportunity. Keep your eyes peeled for more supplies in the wilds. Speaking of the wilds, there's a symbol on the wall of the church. Take a look. Fú, mi az Isten, a megjött az erősítés. Húzzuk. Ó,
Devrim. Where did this symbol come from? I believe your city hunters must have put them here and there about the region as they scouted around. I think they meant it to mark something special. Or dangerous. Or both. Let's go check it out. Megél a pincébe. Viszont én ezt a szart lecserélem, jobb lesz nekem a sati. The history of this region is fascinating. I believe tunnels and caves like the one you're in now stretch all across the city. Who knows what's lurking down there? Be careful. High value target is nearby. Nagy értékű célpont a közelben. Nem tudom, mit jelent. Na, majd meglátjuk. Tesa. Hú, ez a fegyő, ez nagyon szor mindenfelé, csak arra nem lő, mert kéne. Bossi. Egy kis mini bossi. Minden nyakon verdessük. Vagy ő verdes nyakon. Rohadt agresszív vagy, bazd meg! Szép! Van már sati, bazd meg! Nincs sati! Majd de gyere fel utána! Ez a fegyver, ez nagyon szar, hát semmit nem sebez rajta. Feküdjél már le! Na, gyere ide! I just snagged a key code from that captain. I think I can open his supply cache. Na most kaptam sati, persze. Faszba, nem is sati. Mi ez már megint? Nem tudom, mint a fegyverrendszert, ezt teljesen átcserélték, nagyon össze vagyok szavarodva. Én az első sokat, nagyon sokat játszottam, és engem kiborít, hogy így össze van az egész poronálva, meg nem is tudom, milyenek ezek az új fegyvertípusok. Zavaró. Na. Keep an eye out for other hidey holes and treasures like this one. But that's for another day. In the meantime, what say we get down to business? Come on back up to the church tower. I'm putting a kettle on now. Na, az első adventure-emet meg is csináltam. Ezt meg kell tanulni, folyamatosan nyomni kell a padot, és ki kell jelölni, hogy merre akarunk menni, különben nem fogjuk soha az életbe megtalálni. Én visszamegyek még ehhez. És
itt ez a stream szerintem be is fejeződik. Egyébként az idióta kezdés ellenére már most egyre jobban kezd tetszeni. Nagyon remélem, hogy a PvP-s fasza lesz. A sztorit meg a zenét elfelejtjük, meg ezt a pár bugot, akkor teljesen jó játék. De persze ez majd még kiderül a továbbiak folyamán. Na, még felmegyek ez a nyomihoz. Nagyon fontos, hogy pakolászok fel a videókat YouTube-ra. Fasz a minőség, hogyha lemaradt volna valaki, vagy jobb minőségbe akarja megnézni, akkor azt a YouTube csatornánkon meg fogja tudni nézni. I did make tea for you, but I seem to have drunk it all. Perhaps if you were a mite quicker. Na, végre egy jó fegyver. We're tussling with the fallen, we've encountered a bit of a setback. Hawthorne has placed the last relay on the mountain above the salt mines, but even aim well, my friend. Eyes open. Na szóval, kaptam új küldetést, innen fogom folytatni. Hamarosan, srácok. Én most itt viszont kiszállok, úgyhogy béke.